Na, sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit a 120 ávas útvonal mellől. Valahol a 78-es szervén környékén járunk, és amit szeretnék nektek mutatni, az egy elbontott felüljáró. Mindjárt megmutatom, egy pillanat. Igazából róla volna szó, ez még a túloldali része, de a töltése még megvan. Ezt ugye meg is fogjuk nézni. Története annyi, egyébként köszönöm Matula Gézának szintén, aki nagyon jól ismeri a 120 ávonalat, hogy a koordinátákat elküldte, és hogy szólt róla, hogy ez van. És szerintem még egy vonat is fog jönni, úgyhogy még lehet, hogy le is tudjuk kapni. Hogyha nincs nagy gaz, akkor ez még fotóhelynek is kiváló lehet. Na, mindjárt megnézzük, mindjárt jön. Hát annyira nem jó fotóhely, de esetleg érdekes. Itt mindkét oldalt megvan a töltés, és ez nem csak gyalogos felüljáró volt, hanem autós is. Láttam a képeket fentről, pont be is fogom ide vágni. Jó, és egyiket itt van lezárva, forgalom elől. És ráadásul ezek sínszálak, jól látom? Igen. Ezek sínszálak. Hát itt volt maga az ide felvezető út. Egyébként a földút, ami ide be lehet jönni, az meg ott megy mellette, de... Na szóval a lényeg egyébként az, hogy... Csak hogy először, amikor láttam, hogy 1966-os légifotót róla, akkor úgy gondoltam, hogy mivel akkor még látszik, ha légifotón még csak egy vágány van, ezen a vonalon még a második vágányt akkor építették, vagy átépítették, de mindesetre akkor fel volt szedve a második vágány, tehát csak ez a vágány maradt meg, ezt éppen újítják azon a fentről ponton is látható fotón, és még nem volt villamosítva a vonal. Az 70-es évek elején villamosították csak, tehát akkor úgy tippeltem, hogy amiatt kellett, majd túl alacsony volt a híd, és a villamosított űrszervényben nem fér bele, tehát nem volt a felsővezetének elég hely hozzá. És ezért bontották le, de biztos, hogy nem így történt, mert egy 1974-es képen is még megvan. Szintén feltörő.hu, majd talán be is vágom ide, és azon látszik a felüljáró. Csak, és már megvan mind a két vágány, plusz megvan a felsővezeték is, tehát nem ez volt a valódi ok, amiért elbontották. Szerintem, bár ez csak tipp, de tényleg, tehát erről semmi információt nem találtam. Sehol, hogy mi volt a kiváltó, de szerintem az lehetett, hogy az állapota miatt. Ledomlott az állapota, de úgy döntöttek, hogy nincs már rá szükség, mert akkor még ez egy érebben beépített és lakott terület volt igazából, most se annyira, tehát túloldalon szerintem mindig is a nyaralók vannak. Itt esetleg van pár állandó lakos, meg, de hát mivel csak földút vezet ide szintén, és buszjárat sincsen, erre a környékre szerintem az lehetett igazán kiváltók, hogy a felüljáratot nem akartak rá költeni, hanem hogy a 82-es szervénben van egy útátjáró is, egy 500 méter odébb, rendes fénysorompós, és ott is át lehet menni. Tehát szerintem úgy gondolták, hogy nem éri meg felújítani, és gondolom, hogy életveszélyessé is vált, vagy veszélyessé, hogy egy ledomlott vasbeton állapotú híd lehetett, és hát ezért inkább úgy döntöttek, hogy lebontják. Gondolom először még lehet, hogy a gépjármű forgalmat letiltották róla, és akkor megvan a gyalogos hídnak, csak már annak se volt jó. A Gödöllői héven a Tölgyesen volt valahol az erdőbe, tehát a volt Tölgyes, ami illetve most már Szent Jakab megálló és Gödöllő Erzsébet park között volt egy ilyen vasbeton gyalogos híd, amit valamikor a 2000-es évek vége felé lebontottak, pont emiatt, mert már nagyon az állapot az meg leamortizálódott annyira, hogy nem lehetett. Hát vagy lehet újra kellett volna építeni, és akkor úgy döntöttek, hogy nincs arra szükség. És már a gyalogos forgalma se lehetett biztonságban átvezetni rajta. Egyébként is minimális volt, ezért inkább elbontották. Meg szintén a Gödöllői héven van egy másik, az úgynevezett Gansz híd, ami gépjármű forgalomnak is elég széles volt, és használták is arra. Azt még 2012-ben, amikor jártam ott, mert akkor gyalogosan végigjártuk egy ismerősömmel a pályát, ugye Üdvanti, tehát mi ketten mentünk. Hát ugye a Pozsonyi Antallal, hát szerintem ezt nem bánja, hogy bemondom. 6 éve volt már. És egyébként ő is felrakta a képeket róla, meg én is, mert akkor nem videóztam, még nem volt kamerám, csak fényképeket csináltunk. Szóval, hogy akkor az a híd még megvolt, de földkúpokkal el volt orlaszolva, tehát és ki volt írva a gépjármű forgalom elől lezárva. Gyalogosan még rá tudtunk menni. De lehet, hogy azt is elbontották egyébként, mert nagyon rossz állapotban volt. Tehát látszott rajta, hogy ez már egy már az idővasval kicsit kikezdte, és hát valószínűleg mivel ott a szinte a forgalom az elhanyagolható,
nem fogják felújítani. Úgyhogy valószínűleg ezzel a felújítás ezt. Tehát majd még a túloldalt meg fogom nézni, itt vagy valahogy megpróbálok átmászni. Amikor elég magas a töltés, de talán itt le tudok valahol menni. És akkor majd ott azt még megnézzük. Aha, itt van egy vadcsapás lefele, hú, csak nagyon sok a kökény bokor. Csapáson le tudok jönni, és akkor itt a jó óvatosan a pálya testen át tudom menni, hát itt máshol nem lehet sajnos. És akkor, jó, most akkor picit csendben leszünk, úgy óvatosan szétnézünk, hogy jön-e vonat. Mert az az év az kicsit kevésbé belátható, úgyhogy szépen fülelünk halkan, és nem jön vonat, akkor átmegyünk. Ahogy öveges professzor mondaná, gyerekek, ezt otthon semmiképpen ne próbáljátok ki. A súton se, tehát. Tényleg, főleg kiskorú nézőek, mert mondom, hogy ott is a néppel a vonat. Hogy lehetőleg így pályatesten nem aszálljanak át, nem, ahol nincs kijelölt átjáró, és nagyon figyelni mind a két irányba, mert bármelyik irányba jöhet a vonat. Egyvágányú és kétvágányú pályán is. Vasúton nincsen jobbra hajcs. Bár még helytelenbe is jöhet a vonat, és figyelni kell. Csak mondom, tényleg itt minden érzékszervére az ember szüksége van, tehát ilyet, hogy azért bedugod füllel zenét hallgatva, stb. Soha ne csináljátok. De egyébként most már halljátok, hogy a vonat még annyira még nincs közel, tehát még elég messze van ahhoz, hogy le tudjál jönni a sínyidővel, de már hallod, hogy jön. És a sín ciripel. És most már hallatszik a vonat hangja is. Tehát még ha nem is teljesen belátható vasúti pálya, ha fülelsz, akkor meghallod, hogy jön a vonat. De végig is inkább azt tanácsolom mindenkinek, menjen át olyan helyen, ahol nincs kijelölt átjáró. Lássátok, felején feljöttünk, és itt is szintén sínszálakkal le van zárva, de a felvezető töltés még itt is megvan. Itt látszik, hogy azért van kitaposott ösvény, tehát biztos, hogy járnak erre. Hát ahogy itt szétnézek, nagyon nem látok semmit. Csak kutyaugatás hallok a háttérbe, tehát szerintem egy-két nyaraló, vagy tanya, vagy ilyesmi lehet itt, ahova, ugye. Ha nem is állandóra, de költöznek ki emberek és laknak. És hát onnan jöttem az a másik oldal, hogy arra is fogok menni, mert ott van rendes földút, ahol vissza lehet menni Rákos fele. Mert azt azért elmondom, hogy ugye arrafele van a Rákoskerti megálló, az körülbelül egy olyan 76-os szervén vagyunk most, tehát a 102-esnél kezdődik, tehát egy olyan durván 3 kilométerre. A legközelebbi megálló ugye egyébként Budapest utolsó megállója, ami még Budapest területén belül van, és még nem kell külön jegyre, hogyha van bérlete, de el tudsz menni. Azaz ott van a Rákoskerti, a másik oldalt pedig hát úgy emlékszem, hogy valahol a 60-as vagy 65-ös szervén körül van Rákos hely, tehát az egy olyan másfél-két kilométer lehet innen, úgy durván. Igazából ez a kettő van. Hát ott meg, ez itt a reklám helyed, ott van egy hordó is, úgy látom, meg egy lukas oldalfalú Marmonkanna. De egyébként ez lenne. Hát ha bármit tudtak ennek a felüljárnak a történetéről, leginkább az érdekel, hogy mikor bontották le pontosan, meg esetleg az okát, hogyha megtaláljátok. Az lehet az érdekes. De nem azt mondom, mert ugye emlékeztek arra a videón, ami a 49-es szervén belévő eltorla szólt, gyalogos aluljáróról készítettem, hogy ott ugye azt mondtam, és ezt azóta is tartom, mert azért jöttek rá kommentek, meg többé, hogy van, de azóta is tartom, hogy azt nem kellett volna elbontani, mert ott mind a két oldalt azért beépített terület van, és vannak átjátkálások, és sajnos, hogy azt is láttátok, hogy meszelés is van, tehát még áldozata is volt ennek, hogy a sineken ment át. Itt viszont úgy gondolom, hogy olyan hatalmas átjárófolgam nem lehet, és ott van kb. 500 méter a nagy vasúti átkelő, ahol szabályosan át lehet menni. És nem hiszem, hogy itt akkor a forgalom lenne, hogy indokolna egy felüljárót. Mert nyilvánvalószínűleg okkal bontották le, mert életveszélyessé kezdett válni, hogyha már gyalogos forgalom szempontjából is életveszélyes, akkor meg le kell bontani, mert még mert baleset lesz belőle. És úgy hallom, hogy megint jön egy vonat. Egyébként, hogyha ez a sok közép, ha nem lenne itt, akkor fotóhelynek se lenne az utolsó, meg ilyen videózóhelynek, tehát az a baj, hogy itt azért sok a fa. Tehát lehet, hogy ezt kiírtanánk valahogy, ezt a bozótot, meg ezt a rengeteg gazt itt, akkor még innen lehet, na ez a tehervonat lesz. Akkor lehet, hogy itt még az egész jó videózóhely is lenne, csak nehéz mondjuk ide kijutni.
120-á vonalat esetleg, ez egy forgalmas kétvágányú fővonal itt. Itt még inkább óvatosnak kell lenni, hogyha itt szintben mész hát a pályatesten, ott, ahol nincs kijelölt átjáró. Ugye nyilván, hogyha elhagyott vasútvonalakon jársz, vagy bicinális vonalakon, ahol esetleg már személyforgalom sincsen, csak hébe-hóba teher, ott ez kisebb veszélyekkel jár, mert eleve a vonatok is lassabban mennek, hát ez a pálya hát hivatalosan aztán 100 km/h sebességre engedélyezett ezen a szakaszon, úgyhogy itt azért a vonatok jönnek. Vicinálisan meg általában olyan 60, de lehet, hogy még kisebb az engedélyezett sebesség. És ott nyilván hát a mellékvonal csak egy vágányúak, tehát ott még az is, hogy egyszerűen csak egyik irányból jöhet. És általában földút is van mellette, ahova félre lehet húzódni. Úgyhogy ez kevésbé veszélyes, de onnan majd ilyen szempontból szerintem vasútvonal és vasútvonal között nem szabad különbséget tenni. Maximum annyiban, hogy üzemelő vagy nem üzemelő, de hogyha még üzemelő, nincsen sínhiány rajta, stb. Tehát hogy fizikailag nincs akadályozva, hogy vonat jön, akkor viszont bármikor is jöhet is vonat. És ezt figyelembe kell venni. Úgyhogy akkor egyre visszajöttünk ide, és akkor ez a videó az ennyi lett, bemutattuk rendesen ezt a felüljárót. Én már azon a töltésen fogok lesétálni. Akkor itt el is köszönök tőletek, ez a felüljáró bemutatás ennyi volt. De ezt a töltést még megnézhetnénk igazán, mert szerintem erre is fogok visszamenni ide itt, mert sok érdekes nincsen, mert szerintem eltűnik majd a gazban itt valahol is. Úgy sem tudok itt lemenni, hanem majd vissza kell menni, vagy töltés mászni. De maga ez a felüljáró az ennyi lett volna. És hát akkor szintú, ugye a szokásos. Köszönöm, hogy ezt megnéztétek, és hát sziasztok, és bár tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, az a szokásos, amit mindig is mondtam, és hát akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek még egyszer, és sziasztok!